mi atyánk, aki a mennyekben. A helyi katolikus plébános avatta fel azt az attalai háborús emlékművet, amit még 1925-ben építettek az első világháborúban elesett katonák tiszteletére. A Szent Háromság szobor talapzatán elhelyezett márványtáblákon olvasható a háborúban elesett 52 katona neve. Az első világháború 52 áldozat, második pedig 20 ember nem tért haza, illetve hát nagyon sok rokkant, hadirokkant térhetett a szülőfalujába, és hát el lehet gondolkodni azon, hogy az első világháborúból 52 fiatal ember nem érkezett meg, ugye ez nagy hiány volt a családnak, hiány volt a falunak, meg nem született gyermekek hiányoznak, tehát azt lehetne mondani, én utána számoltam, körülbelül, ha mindenki itt marad volna természetesen az utódok közül, akkor 350-400 emberrel többen laknának most Attalán, mint most. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol emlékezni tudnak a háborúban elesett hősök ma még élő hozzátartozói, mondta Attala polgármestere, Orosváryné Bosztünde. Nem szeretnénk, hogy feledésbe vesszenek ezek a nevek és azok a gondolatok, eszmék, amiket ők képviseltek. Az emlékmű az pályázati úton valósult meg, közel 2,5 millió forintból, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát azt gondolom, hogy ha valaki megnézi az emlékművet, azért látszik rajta ez az összeg is. Fejlődnek Tolna megye kis települései, és erősödik a nemzeti identitásuk, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Az áldozat mindig áldást hoz, tehát áldozat nélkül soha nincsen egyik kultúrában, egyik vallásban sem, és ilyen értelemben gondolok én a mai napon az elesett hősökre. Nagy áldás az, hogy egyáltalán vannak településeink, erősödő településeink, ilyen szép emlékműveket tudtak állítani. Az attalai első világháborús emlékmű felújítása a magyar kormány közel 2,5 millió forintos támogatásából valósult meg.